még mindig rólad írok, dalt, úgy érzem, te vagy minden hang. Nem csak zeneszámok begyakorlásában kitartó a 15 éves Etesi Anett, ugyanilyen keményen küzd azért is, hogy a betegség, amivel 7 éves kora óta küzd, ne győzze le őt. Azon szoktam menni általában 8-7 kilométereket az ellipszisem, ezen meg kell 1,5-2 kilométert. A paksi kislány naponta több órán keresztül edzi a lábait és a csípőjét. 7 éve egy ritka idegrendszeri betegséget, a CMT2-t diagnosztizálták nála. Ez egyelőre nem gyógyítható, de havonta több százezer forintos terápiákkal megakadályozható az állapot romlása. Motorhangtól volt hangos tavaly nyáron az Őcsényi repülőtér, akkor több száz kamionos fogott össze, hogy jótékonysági találkozót rendezzenek. A befolyt összeget teljes egészében Anett kezeléseire fordították. A fiatal lány azóta is elérzékenyül, ha az érte elindult összefogás kerül szóba. Úgy voltam vele, hogy fura volt, meg hogy miért segítenének egy 14-13 éves lánynak, most már 15 vagyok, de hogy miért segítenének? Hát egy pici gyerek az sokkal cukibb, előbb felkarolják az emberek, és olyan furcsa volt, hogy engem is így támogatnak. Anett bár fiatal kora ellenére már rengeteg próbatételen túl van, most egy újabb vár rá. Ahhoz, hogy az álma valóra váljon, vagyis futni tudjon, egy műtétet kell vállalnia, amihez sok pénzre van szüksége a családjának. Mivel hogy ő nagyon spasztikus az alsó végtaga az Anettnek, ezért muszáj neki egy izomlazító műtétet elvégezni, amit sajnos Magyarországon nem végeznek el. Barcelonában van legközelebb, ahol elvégzik ezt a műtétet, és oda várjuk ezt a nagy reményt, hogy minél jobb legyen neki az életvitele, hogy A-ból B-be könnyebben el tudjon jutni. Az ország kamionos közössége ezért ismét összefogott a paksi kislány gyógyulásáért. Június 9-e és 10-e között ezúttal is országos jótékonysági találkozót szerveznek Tolnában. A kezdeményezés élére megint a bátai Mészáros Réka állt. Ő közel egy évtizeden át vezette a hatalmas járműveket Európa szerte, és évek óta támogatja Anett gyógyulását. Mi a gyerekeknek szeretnénk rajzversenyt, illetve a gyerekek jöhetnek majd a kamionnal is egy-egy kört. Van több kamionos, aki felajánlotta, hogy a kamionjába a gyerekek beülhetnek, mehetnek egy kört, úgyhogy reméljük, hogy a gyerekeknek is tudunk biztosítani minden remek kis programot. Légvárat is kaptunk, úgyhogy légvára is lesz majd. És természetesen koncertek is színesítik majd a második jótékonysági kamionos találkozó programját. Mindenki azért fog össze, hogy Anett valóra válthassa az álmát, vagyis hogy egyszer mindenféle segítség nélkül szabadon futhasson.